magyar érettségi, a diákok két ismert verset is kaptak az idei megmérettetésen. Elnökváltás. Hanó Miklós lett a Fidesz Békéscsabai választókerületének új elnöke. Kemény csata. Zsinórban negyedik sikerüket szerezték a kézislányok. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Horváth Szabolcs vagyok. Reggel 8 órakor a magyar írásbelivel kezdődött el az idei érettségi. A diákoknak egy interjút kellett értelmezniük, majd egy humorról szóló érvelés vagy egy motivációs levél írása volt a feladat. Ezután egy novella vagy két költemény összehasonlító elemzését választhatták a vizsgázók. A Békéscsabai Evangélikus Gimnáziumban feszülten figyeltek a diákok a csoportbeosztásra. Az elmúlt napokat volt, aki pihenéssel, volt, aki tanulással töltötte, de a várható írásbeliről meglepően nagy volt az egyetértés. Mivel arany év van, szerintem arany, vagy József Attila is jöhet még esetleg. Arany János nagyon mondják, rákészültem, rászámítok. Könnyű lesz arra. Aztán lehet, hogy nagyon csalódok, de remélem az lesz, igen. Így vágtak neki a vizsgázók, akik ezután elfoglalták a termeket, ahol a szabályokat ismertették velük. Hogy ezt szeretném kínálni a mostóban, megteheted. A 8 órakor kiosztott feladatlapon nem a tanulók által remélt téma volt, egy Petőfivel kapcsolatos interjút kellett értelmezni, majd egy humorról szóló érvelés, vagy egy motivációs levél írása volt a feladat. Ezután egy novella, vagy két költemény összehasonlító elemzését választhatták a vizsgázók. Kosztolányi novellát kellett elemezni, vagy pedig egy Radnóti Miklós és József Attila verset összehasonlítani. Én azt gondolom, hogy nagyobb gyakorlat kellett az első részhez, tehát hogyha valaki novellát választott, mert több rétegű a szöveg, a jelentés rétegét ki kellett hámozni, oda kellett szánni magát, bátornak kellett lenni hozzá. A másik két vers ismert, tanult vers, és azt gondolom, hogy az volt a könnyebbik feladat. Bár az írásbeli témái nem a diákok előzetes várakozásai szerint alakultak, összességében könnyűnek értékelték a feladatokat. Hát nem azt mondom, hogy erre számítottunk, de nem volt nehéz igazából tényleg. Közepes szintűnek mondanám, mert voltak könnyebb feladatok is. Szerintem könnyű volt igazából, nem volt annyira nehéz. A fiatalok várakozással tekintenek a következő nap elé, amikor is matematikából számolnak be eddig szerzett tudásukról. Hanó Miklós lett a Fidesz Békéscsabai választókerületének új elnöke, értesült a Magyar Idők. A békési megyeszékhely alpolgármestere Vantara Gyulát váltotta a poszton. Hanó Miklós korábban 1998 és 2002, valamint 2010 és 2014 között tagja volt az országgyűlésnek, előbb a Független Kisgazda párt, majd a Fidesz színeiben. 2014-ben pedig indult a polgármesterségért Békéscsabán, amit végül nem nyert meg. A lap azt írja, hogy az ország más területein is változik a választókerületi elnök személye, például Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Budapest néhány kerületében, valamint Szegeden is. 1791. május 3-án fogadta el a lengyel parlament a lengyel alkotmányt. Ez volt a világon a második, Európában pedig az első írott alkotmány, amely a lengyelek számára a függetlenségi törekvés, a hazaszeretetet és a nemzeti egység szimbólumát jelenti. A nemzeti ünnepről nem csak Lengyelországon belül, hanem a határaikon kívül élők is minden évben megemlékeznek. A Békéscsabán élő lengyel kisebbség számára is fontos dátum, ahol szintén megünnepelték az alkotmány elfogadásának évfordulóját. A lengyel és a magyar nemzeti himnuszok felcsendülését követően Leszkó Malgorzata, a békéscsabai lengyel nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, a lengyel közösség számára valójában egy hármas ünnep a mostani. Alkotmány mellett lengyel zászló ünnepe, valamint kilhoni lengyelek ünnepe is egyaránt. És tulajdonképpen nagyon fontos az alkotmány ünnepe, mert szimbóluma a függetlenségi törekviseknek, hazaszeretetnek és nemzeti egyetértésnek. A jeles nap alkalmából egy különleges tabló kiállítás is nyílt, amely az egykori Dereng település lakóit mutatja be. A falut 300 évvel ezelőtt a Szepességből betelepülő lengyel favágók és szénégetők élesztették újjá, akiknek végül a kitelepítés miatt távozniuk kellett. Ezek a lengyelek egy endomán közösségben éltek megőrizve kultúrájukat, lengyelségtudatukat, nyelvüket is,
azt a dél-lengyel szepességi nyelvet, amely időközben Lengyelországban kipusztult. 1943-ban széttelepítették a falut, de a derenki tudat a mai napig él. Az ünnepséget hangverseny zárta, ahol többek között a lengyel származású zeneszerző Chopin művei csendültek fel. Több mint 10 millió lengyel él hazáján kívül. A jeles alkalomra Lengyelországból, Békés Csaba testvérvárosából is érkeztek vendégek. Békés Csaba első főkertésze az 1888-as árvíz után parkosította be a Széchenyi ligetet. A nevét viseli az a tanösvény, amelyet a Körösökvölgye Naturpark Egyesület munkatársai hoztak létre, és amely 2013-ban második helyezést ért el az év ökoturisztikai létesítményei versenyen. A Liska-Lipót emléknapon születésének 150. évfordulóján avatták fel a kertész képmását ábrázoló kőszobrot. Közkedvelt hely a Békés Csabaiak körében a Széchenyi liget, melynek terszerű parkosítása 1899-től Liska-Lipót főkertész munkásságával vette kezdetét. Neki köszönhető a ligeti fák telepítése, amelynek révén elsősorban olyan őshonos fajtákat ültettek be, mint a kocsányos tölgy, a vadgesztenye vagy az akácfa. Születésének 150. évfordulóján a Széchenyi ligetben avatták fel a kertész képmását ábrázoló kőszobrot. Az emléknapon Liska-Lipót unokája, Liska Gábor azt mondta, bár személyesen nem ismerhette nagyapját, de a történetek alapján az egykori főkertész hivatása mellett nagy szeretettel gondozta családját is. 8 gyermeke volt, úgyhogy ezt csak úgy szoktam mondani, hogy szerencsések vagyunk, hogy itt leltek ők otthonra, mert ugye Budapesten született, ugyan a nagyapa nagy becskereken dolgozott, 100 felé még az országban, és akkor úgymond mai szóhasználattal élve fülest kapott, hogy van állás itt Békés Csabán, és lett így otthona, lett ennek a családnak ugye családi fészke. A Széchenyi liget mellett Békés Csabán sok parkosítás és virágosítás kapcsolódik Liska-Lipót nevéhez, aki mindezek mellett a város közéletében is nagy szerepet játszott. Hamar beilleszkedett a csabai tó társadalomba, ebből ki is emelkedett, de olyan szerénységgel, hogy ezt szinte nem is lehetett észrevenni. Tudnék, hamarosan kiállításokat szervezett országos szakmai szervezeteknek az választmányába ténykedett, a kertészeti lapok szerkesztőbizottságának tagja volt. Az emléknap a főkertészről szóló előadásokkal zárult, ahol Bacsa Vendel, Békés Csaba jegyzője elmondta, a Széchenyi liget a Munkácsi negyed részét képezi, amely így ismét felújítás előtt áll. Közel 1 millió forint értékű játékokkal bővült a gyulai Bajcsi-Zsilinszky úti óvoda udvara. A szakemberek szerint az új eszközök kiválóan alkalmasak arra, hogy a gyermekek egyensúlyérzékét és mozgásukat is fejlesszék. A gyerekek örömmel vették birtokba a gyulai Bajcsi-Zsilinszky úti óvoda új játékait. A kezdeményezés Kis Tamásné önkormányzati képviselőnek köszönhető, aki azt mondta, nagyon fontos a körzetben lévő intézmények fejlesztése. Az idén szerettem volna a kültéri játszóelemekkel bővíteni az udvart, hiszen ha körbenézünk itt, akkor azt látjuk, hogy ennyi gyerkőcnek nincs elég kültéri játszóeleme, és olyat szerettünk volna, ami nyilván fejleszti a gyermekek képességeit, és ezért került ide most 2 darab játszóelem. Az óvodavezető szerint az intézmény már rászolgált az új játékokra, ugyanis az utóbbi időben több játéktól is búcsút kellett vegyenek. Az óvodán belül a kisebbek és a nagyobbak egyaránt megtalálják a nekik megfelelő játékokat. Egyensúlyérzék fejlesztésére szolgál a láncos hinta és a mászóka a kisebb korosztálynak szolgál, biztosítja a mozgásfejlesztés lehetőségét. Az utóbbi időkben ugye a játékok felülvizsgálata miatt bizony sok játékeszközt kellett a minőség nem megfelelése miatt az udvarról kivonni, ezért nagy örömünkre szolgált ez, hogy bővülhetett az eszköztárunk. A szakemberek további fejlesztéseket is terveznek az óvodában, amelynek támogatásához a politikusok hozzájárulását is megkapták.
Nagy csatában szerezték meg zsinórban negyedik hazai sikerüket a csabai kézislányok. A lilafehérek az első félidőben többször voltak 6 gólos hátrányban, a szünetben pedig 19-14-re vezetett a Siófok, de a második félidőben remekeltek Triffa Ágnesék, és 30-29-es győzelmet arattak. Kihagyott csabai 7 méteressel és 2 siófoki találattal kezdődött az összecsapás. A 8. percben pedig már 7-2-es előnyben volt a fehérmezes Balatonparti együttes. Skalicki László csapata nem tudta megfékezni az ellenfelet. A magyar válogatott Triscsu Krisztina 4, míg a francia olimpiai ezüstérmes Zeminko 6 találatot szerzett az első félidőben. A csabaiaknak csak felvillanásaik voltak, a félidőben 19-14-re vezettek a vendégek. A második játékrész elején a hazaiak fehér-orosz átlövője Natalia Vasilevskaya lépett elő, a lilafehérek pedig egy 4-0-ás lerohanással visszajöttek a mérkőzésbe. A második félidőben már jobban működött a hazai védőfal, valamint Triffa Ágnes is többször hárított. Az 50. percben 26-26-nál utolérték ellenfelüket a csabai lányok. A hajrában már extázisban játszott a házigazda, és egy gólos győzelmet aratott a második játékrészre visszaeső Siófokkal szemben. Az első félidő tényleg jól sikerült védekezésbe és támadásba, és megvalósítottuk azt, amire készültünk, amit terveztünk. Aztán a második félidőben hát egy picit igen megakadtunk, erről is hátul is. Ez már így vitte magával az egészet, egyre csak rosszabb lett. Aztán hát a végére szerintem el is fáradtunk, és a fontos szituációkban rosszul döntöttünk, zicsereknél, védekezésbe. Aztán hát ez lett a vége. A csabaiaknál több jó teljesítmény is akadt. A legeredményesebb Vasilevskaya lett 6 góllal, a beállós Zöldítót Kata pedig 4 találatot szerzett. Nyilván mondjuk följavultak egyéni teljesítmények, az nagyon sokat jelentett a csapat, mint kapuba Ági, mint védekezés, mint támadásban Merci, Szonya, tehát hogy voltak teljesítmények, akik hozzá tudtak tenni. Aztán a szív, az akarat szerintem a közönség, hogy együtt éltünk mindennel. A Békés Csaba ezzel a sikerrel megelőzte a tabellán a legyőzött riválist, és feljött a 9. helyre. Ezzel gyakorlatilag bebiztosította bemaradását az élvonalban. Folytatta remek szereplését a csabai csirkefogók együttese a vízilabda OB1-ben. Kádár József együttese egy győzelemmel és egy döntetlennel várta a rájátszás 3. fordulóját. A csabai csapat szombaton a Neptun gárdáját fogadta az Árpád-fürdőben. A kék sapkában játszó fővárosiak jól kezdték a meccset, az első negyed után 4-1-re vezettek. Az előnyből 2-t megtartottak a vendégek, a szünetre is 5-3-mal vonultak a csapatok a szünetre. A 3. negyedben belendültek a hazaiak, 5 gólt szereztek és már 1 gólos vezetéssel fordultak a zárójátékrészre. Az utolsó 8 percben többször is eldönthették volna a meccset a fehér sapkás hazaiak, de gyengén védekeztek és a hajráig nyitott volt a csata. A találkozó Tajtai Miklós gólja döntött el másfél perccel a vége előtt, így a Vihassarki gárda 13-12-re diadalmaskodott. A csabai csirkefogók ezzel megőrizték veretlenségüket a rájátszásban, és a 3. helyről várják a folytatást. Az ország legmagasabban jegyzett darts versenyzői Békés Csabára érkeztek a hétvégén. A Steel egyéni nemzeti bajnokság 3. fordulójában, illetve a páros nemzeti bajnokságon 30 klub több mint 150 versenyzője ragadott nyilakat. 140! A konferencié Vereckei Lajos kiáltásai hozták el a darts versenyek hangulatát a Csaba Gyöngye Kulturális Központ Agóra termébe. Békés Csabán 2010-ben 6-7 játékos kezdte el a sportágat, ma már az ország 3. legnagyobb egyesületeként közel 60 versenyző szerepel a csapatban. Most a hazai versenysorozatok közül a 6 fordulós magyar bajnokság 3. állomásának adhatott otthont a megyeszékhely. Nagyon büszke vagyok arra, hogy egy magas szintű pályázattal ide tudtuk hozni Békés Csabára az ország legjobb dárcosait, Székely Penge Pál, a regnáló magyar bajnok, vagy Ihász Veronikát, például aki a nőknél már több mint 20-szoros országos bajnok, és nem egyszer sikerült már megvernie a világ első Deta Headment, szóval egy olyan minőségi dárc hétvégét tudtunk itt megszervezni, ahol minden városból érkező dárcos eddig csak pozitív visszajelzéssel nyilatkozott. A hazai együttest népes csapat képviselte a megmérettetésen. Az egyéni versenyben a férfiaknál és a nőknél is egy-egy 5. helyezést könyvelhetett el a BDS-e. És most is volt, döntőbe szerettem volna szerepelni. Sajnos egy kolléganőm elhunyt, és őnek ajánlottam volna ezt az ő tiszteletére. Tehát én nagy elszántsággal készültem erre, hogy a döntőig elmegyek. Hát sajnos nem sikerült.
Székely Penge Pál a békéscsabai forduló elődöntőjében az egyik nagy riválisát, Mester Zoltánt verte meg. A címvédő az első két forduló után Békéscsabára is nagy esélyesként érkezett. Egész jó játékkal meg tudtam nyerni mind a kettőt. Egy kicsit alul voltam mentálisan, mert hogy múlt hétvégén Krakkóban nem úgy sikerültek a játékok, ahogy szerettem volna, de mai napon szépen lassan azért fölépítettem a játékomat, és úgy érzem, hogy egyre jobb formában vagyok, bár mondjuk most az elődöntő egy kicsit fárasztó volt, de nagyon jól sikerült. Az egyéni fináléban már nem ment olyan gördülékenyen a játék a bajnoknak, és 3-0-ás vereséget szenvedett Takács Gábortól. A vasárnapi páros bajnokságot Mester Zoltán és Kovács Patrik nyerte. A híradó véget ért, ha a továbbiakban is szeretnének friss hírekkel, cikkekkel, magazinműsorokkal találkozni, látogassanak fel az oldalunkra a behir.hu-ra. Köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!